Sziasztok srácok! A mai videóban nyiti fogunk egy pár cukorkás boxot és megmutatom, hogy tudsz játszani a legendári blokkdes pályán anélkül, hogy turnamentben játszanál, továbbá bemutatom az eddigi legjobb kereket. Kezdjük is a dobozok kinyitásával. Telefonról fogok nyitni, mivel sajnos gépen egy két boxot tudok kinyitni, és ha még többet nyitok, akkor azok elbugolnak. Én még csak pár boxot nyitottam úgy, hogy még nincs sok sárdom. Kaptunk erre a kapucnis férfire kettő szilánkot, így már csak 12 kell, és kaptunk erre a katonaskinre, ami a legszimpatikusabb nekem az összes közül az olcsó dobozból, erre még 49 szilánk kell, de szerintem gyorsan meg lesz, ha nem is ebben a videóban a következőben biztos. Közben annyit beszetem, hogy már a következő dobozt is kinyitottuk, amiből megint erre a kapucnisra kaptunk négy sárdot és még hatot. Kaptunk erre a csinibabára négyet, na ti nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem ez a skin kicsit sem hiányzik. És végre megint a kaptunk a katonára igaz csak négyet de sok kicsi sokra megy. Megint erre a csajszira kaptunk ötöt és csak beszélni kell megint kaptunk egy kis szilánkot a katonára. És a videóban először nyittunk erre a sütire sárdot csak nyilván ezt véletlen elnyomtam és megint erre a csinibabára kaptam négyet. És meg is lett ez a kapusznis fiú ami egyébként elég tryhard skinnek tűnik és egy kis duplikét bankot is kaptunk ami mindig jó mert gyűlik a stámböltókör reménykedem benne még visszahozzák az epikor better Bealt. És végre még ötöt kaptunk a katonára. Megint hat darab erre a fülvédős csajsira és öt a katonára. Még egy kis duplikét bank és ismét négy darab erre a süteményre. És még egyszer negyedik öt a sütire és négy a katonára most már csak pár darab kell hozzá. A süteményre kaptunk három darabot és meg is van a fülvédős csajsi. meg egy kis duplikét bank is megy a tárcába. A sokban volt egy ingyenes stámből box nem bárok sokat szőle. És ti is nem nagy durranás, de és örülök ennek is, mert több mint a semmi. Na most megmutatom, hogy tudtok a legendári blogdesben játszani anélkül, hogy fizetnétek. Az a helyzet, hogy bejött egy event, amin legendári blogdes van a döntőben, mivel ennek az eventnek a pályáit a nézők szavazták meg. Itt is cukorkát lehet szerezni csak kicsit nagyobb mennyiséget, mivel már 160-170 darabot is kaphatunk tírenként viszont ahhoz, hogy kivigyük 9000 valahány száz xp kel És az a helyzet, hogy most van ez az úgymond event, hogy ilyen játékosok által megszavazott dolgok vannak és e kapcsán jött be a legjobb kerék a játékba. Amin 275 gemért pörgethetünk 5 darab speciális skin-t és a legjobb legendári és epic skineket is kiörgethetjük. És itt egy kis gameplay a 16 módra. Ez a Mr. Stumble lerugott, de pont átfértem az átjárón. Itt mindenki boxol utálom az első menetet, hogyha blokdes van. Gratulálok, Atti. Hát ez ismét szép teljesítmény volt, szerintem belekerülhetnék a Guinness rekordok könyvébe a falnak eséseimmel. Ezek a fajta akadályok már nagyon mennek, mert turnamentben nagyon jól begyakoroltam. És ott is van a továbbjutás. Jaj, majdnem elfelejtettem, hogy ez már lézerdes. Megint tovább jutottunk. Hát sikerült kiesni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hamarosan érkezem egy Robloxos videóval, de azt nem árulom el, miről szól, de annyit megígérek, hogy nagyon megéri megnézni. Na de addig is sziasztok!